Sziasztok! Csábításból kettes videó következik. E-mail elküldése. Csábításból kettő. Csak így visszaigazolom, csak hogy tudjátok, hogy jó sok barátnőm van. Azért én benne vagyok a csábításban. Na, hatodik epizód. Kezdjük hát. Mi újság? Adok néhány tippet az epizódhoz. Köszi, hallgatlak. Ebben az epizódban segíthetsz kideríteni egy párt, a velük való kapcsolatod eredményesség szerint fog alakulni. Ha kibékülnek, javul a kapcsolatod a lánya. Lánya? Ja, hogy ez már férfi csábításban jeles. És csökken az esélyed a fiúnál. What? Ellenkező esetben fordítva változik a mérleg. Jó, de mivel én basi vagyok, ezért a lányra akarok jóba lenni. Ha arra játszol, hogy elvedd a lány barátját, nő az esélyed a pasinál, viszont romlik a kapcsolat az lányjal. Érthető? Persze, tiszta sor! Elmondanád még egyszer? Jaj, még egy dolog. Kérni fogok tőled egy nagyobb összeget, eldöntheted, hogy befizette vagy sem. Később jó kis befektetésnek bizonyulhat, de már egyszer hangsúlyozom, nem kötelező odaadnod. Szuper, akkor hagyjak játszani. Jó szórakozást! Kösz! Hatodik epizód elindít. Hú, ez már ilyen nagy rejtelmeket gyűjt. Nem botékba dolgozó véletlenül? De a nevem lát. Mi? Leikt? Mit keresel a gimitben? Tegezhetnél is, majdnem egyidősek vagyunk. A barátnémet keresem, kicsit összevesztünk, és... A barátnémidet? Ki az? Lehet, hogy ismerem. De várjál. Az elején ugye? Pofáznak rólam, hogy mi van. És akkor én most tudom, hogy mi lesz a szitu. Amit a karakterem is tudja a játékban, hogy mi lesz a szitu. Várj, a napi csillagjegye az mi? A napcsillagja a mérleg. Hú, sok mérleg ismerősöm van. Akkor Eni a napcsillagja. Mi? Na. Rozáliának hívja. Annyira gondoltam, olyan egy stílusuk van. Ismered? Megmondanád neki, hogy keresel? Én kívülállakulóként nem tehetek ennél többet. Mindegy, érted? Persze, semmi gond, megpróbálom megkeresni. Köszi! Beszélgetés vége. Rosáliát általában a fő folyosón szoktam megtalálni. Hogy megtalált? Egy Isten vagyok! Rosália, tényleg a butik vezetével járt? Igen, de kicsit összevesztünk. Miért? Tudnád, hogy mit keres? Jó, hogy tudtad, hogy keres téged? Azért, mert mindig távolságtartó velem. Sose tudom, hogy mit gondol, vagy hogy mit érez, és ez elbizonytalanít. Értem, azért beszélhetnél vele. Keresd meg. Nem akarok. Mindig megbocsátok neki. Szeretném, ha azzal akarom, a bizonytalaná, vagy fontos vagy. Ja, hogy fontos vagyok. Hú, ez nagy kapcsolati erőltetés. Jó van, értelek. Rozázia könnyekkel a szemében elment. Szegény, aggódom miatta. Megpróbálom kibékíteni őket, vagy inkább ezt a szituáció jó lehet arra, hogy közelebb kerüljek Lachhez. Olyan cuki. Megy már haza, van, de a karakterem nem mondja ilyeneket, hogy ez cuki. De meg álljál le ott hátul. Akciófos. A Leik a testvéred, ugye? Összeveszett Rozáliával, nem is tudtam, hogy együtt járnak. Nem szoktam veszekedni, remélem hamar kibékülnek. Lapunk. Nem lehet. Oké. Dökös terem. Itt nincs semmi, csak dög. Na, találkoztál vele? Igen, összefutottunk, jó volt. Mondott neked valamit? Csak annyit, hogy nem mutat ki elég az érzéseidet. Szeretné, ha te tennél az első lépést. Jó, nem tudsz beszélni, hülye vagy bazd. Tényleg nem vagyok túl jó az ilyesmiben, de Rosa fontos nekem. Te, mint lány, lehet, hogy tudna nekem segíteni, hogy bizonyítanám be. Gondolkodom, aztán szólok, ha eszembe jut valami. Mit kezdtem gondolkozni? Megoldottad az alábbi feladatot. Hát ez nagyszerű, viszont mehetek 6 kilométer. Na bazd meg. Rosália és Leik összevesztek, te mit csinálsz, ha összekapsz a barátnőddel? Keresek egy másik. Na ne, ha van komolyabb ötleted is, szívesen meghallgatlak. Ez komoly volt! Keresek egy másikat. Kezdtél a mottója azt. A kicsit is összevesztem valakit, hogy húzz a picsába egy időn. Fő bassz. Ez kész. Most hol?
Kedves tőled, hogy segítesz. Kitáltál már valamit? Dolgozom az ügyön. Megtalálsz az rosszát? De mi? Ezek mászkálnak? A tanteremből a kertész csarnokba? Igen, ha nem tesz az ügy érdekében, nem hiszem, hogy megbocsát neki. Nincs valami jó ötleted? Még nincs, de jól ismerem rosszát. Kitalálok valamit. Rosszát! Rosszálok! Szuper. Szerintem inkább a csaja, vagy mit tudom én. Jó lenne, ha Lelk bebizonyítaná, hogy fontos vagyok neki. Pont őt keressük, nem? Fú, most nagyon kiakadtam. Őt keressük, erre elmegy. Mondd egy mondat, az cső. Szia. Kapa van. És hova menjek? Mi a teendő most? Találd ki, hogyan békíteni kell. Hát de hogy találjam ki? Menjek el a bűvárosba. Aha, levélpapír meg toll. Na jó van, akkor megvesszük. Úgyis meg kell majd. Csak felesleges itt bármit is tenni a városért. Nincs több gyűrű! Ez mi? Lakásom. Nekem olyan is van. Térhajlító mosógép eltérít minket. Nem veszek picsás ruhákat. Üdvözlünk a butiba. Ez nem a csávó? Hűha! Na jó, város. Még a város, bank, fórum. Jó. Sweet dreams, van egy ötletem. Tényleg? Na nem mondod? A lányok szeretik a verseket. Írhatnék neki egy lányszer nevében. Én is lány vagyok, és utálom a verseket. Szerinted egy jó ötlet, remélem beválik. Miért is ne? Jó ötlet. Ez hülyeség. Ez hülyeség, gyerekek. Én neked... miért is ne? Jó, jobb ötletünk nincs. Biztos vagyok benne, hogy rossz állnak tetszene a dolog. Akkor írd meg gyorsan azt a verset. Nincs mire írjak. Pont most vettem meg a papírt és a tollat. Mekkora zseni vagyok ez. Hozhatnál nekem is egy levélpapírt és egy toll. Persze itt is van. De pont megvettem, minden mellett oda. Hő, basz. Payday. Na, de miért nem lehet egyből odaadni? Most... Igen, tessék, na. Elvette a levélpapírt és a tollat, majd gyorsan megírta a verset. Hát bazd meg, ha ilyen írói képességekkel rendelkezel, akkor miért nem mész el írónak? Tessék, odaadta a Lelknek. Köszönöm nagyon kedves tőled, hogy ennyit teszel a tesót boldogságait. Már kész is van, nem lett valami nagy szám a verset. Nem akarod te odaadni neki? Jó, leszek vele kedves, én nem faszacsaj vagyok. Pasi Fimringyó... Simél. Én köszönöm, jó látni, hogy vannak lányok, akik nem csak magukkal törődnek. Én pont, hogy mindenkivel törődök, csak magammal nem. Elment, jó kis verset írt, biztos beválik. Bár lehet inkább ki kéne cserélnem valami másra, akkor rossz anyát nem bocsátana meg Lejtnek. Megőrzem rossz anyák az írt verset. Szétszakítom a papírt és írok egy kevésbé kedves verset. Most bennem van az, hogy én köcsög legyek, vagy jó legyek. Figyelj, én leszarom azt a csávot, engem ez irritál, úgyhogy én megőrzem neki. Vagy most mi? De várjál, ahhoz, hogy a csávó szeressen engem, ahhoz szakítanunk kell. De én azt akarom, hogy a csajjal legyek jobb, akkor én megőrzem Rozának a verset. Roza, megyek már, drág! Amúgy neked már volt barátnőd? Igen, több is. Akarsz lenni a következő? Igen, szeretnék! Az túl rámenős. Bocsi, de nem vagyok a várólistádon. Hú, most ezzel most vagy beégetem. De ha igen szeretnék, akkor az teljesen odaadom oda. Jó, én nem vagyok a várólistádon. Várólistán, ez úgy hangzik, mint akárkivel összejöhetnél, aki még él és mozog. Nem így értettem. Hülye buzi. Rozália, gyere ide. Hol az anyádba vagy? Natália, neked volt már barátnőd? Volt, de ez most nem érdekes. Wow, nem gondoltál volna egy olyasmi valakinek, mint te már volt barátnője? Pedig meg első perctől fogva kinéztem belőle. Milyen vagy, mint seggem mozni. És hogy most egyedülálló vagy? Ki mondta, hogy egyedülálló? Azt mondta, hogy volt barátnője. Igen, volt már barátnője. Az, ha most is van barátnője, akkor is azt mondta, hogy volt már barátnője. Most melyik? Lejjebb itt! Hogy érted azt, hogy olyas valakinek, mint te? Ez a tipikus... Ez tuti lányok írták ezt a karaktert. Pasik, nem gondolok ennyire lányosan. Itt a vers, átadhat a Rozálinak, szerintem segíteni a békülésben. Nem tudok oda menni hozzá, nem járok ebbe a suliba, ezért nem mehetek enni tovább. Ja, tényleg.
Ne haragudj, hogy ezen nyugodtak, de nem vinnéd el neki? De szívesen odaadom neki. Elfelejtettem elolvasni. Mindegy, úgyis oda kell adni annak a Libinek. Pédei. Itt van a híred Lejkről. Semmi, mintha nem is izgatná az összevesztünk. Igazad van, ha szeretném, már jelentkezett. Biztonságnak. Most mit kell? Most én elfelejtettem. Most nekem össze kell őket hozni, jó van. Biztos nem sokára a hírt ad magáról. Remélem igazad lesz. Ugye buz. Barátnő várólistára szeretnél jelentkezni? Igen. Hú, ez most nagyon izé volt, ez ilyen kapanyerge. Drágoságom, hát itt vagy? Igen, keresztanya. Tessék, húzzon le! Ó, kösz! Fő. Lehetne ilyen... Most sok dolgom van, viszont tudna jönni később. Főrúglak téged már. Mindenki itt bazd meg főrúgó. Tudom, hülyeség, de hát van pontyom, kérsz. Amúgy hiába írtok rám, hogy adjak akciópontot, nem lehet rá ilyeneket kérni. Nem lehet adni, mert akkor mindenki küldött volna nekem. Olyan rossz nekem. Most mit kell csinálnom? Add át a verset! Ott volt előttem az a kibaszott vers! Ez hülye bazd meg, tényleg. Barátnő városra szeretném menni? Mi van most ez az új szöveged? Ennél jobb nincs? Ezt is én találtam ki, bazd meg, hülye vagy. Na, itt van nálam valami Lejkről. Írt neked egy verset. Olvassa a verset. Na, amit gondolsz? Ez egy nagyon szép vers. Tuti nem egyedül írta. Ismerem magát, hogy nem jutott volna ilyesmi az eszébe. Lehet, hogy változhatni akar a szokásain, hogy megbocsáss neki. Nem hiszem. A kurva élet. Még nem jött össze a dolog. Visszamegyek és... Össze-vissza köpködök. És elmondom Lejknek, hogy fej... a fejleményeket. Jó, szia! Na, tetszett Rosszának a vers? Nem, nem jött be neki. Baszd meg, ez fura. Lehet ki lesz akadva. Jó van, búzik úrva. Állandóan a folyosón látom, nincs valami dolga, kisasszony. Húzzál már nyanyag. Szálljon ki az osztályomból, nyanya! Rosália megkapta a versedet. És mi a véleménye? Tetszett neki a vers, de hamar rájött, hogy nem te érted. Aj, pedig azt hittem beválik. Más kell kitalálnunk. Van kedved további segíteni? Igen, gondolkoztam, mit tehetnék. De az a vicces. Gondolkozom, és semmit nem csinál a csávú. Vagy csaj. Vagy én. Vagy ő. Na mindegy. Szóval olyan, mint a seggem bozni. Hogy mi a vicc? Mi? Mert apít az. Barátnő várostól szeretnénk jelentkezni. Kasztél lesz a szarduma már. Na. Folyom azt föl lehet menni az emeletre, meg jobbra, meg WC-kefe. És mit kell csinálnom? Tanulj új módszert lelki szózzal a kézbesítésére. A kibékítésére. Mit? Mit? Nataliel, valami porgács? Nem, vissza. Még mindig gondolkozom, hogy békíthetnél nektek. Kedves tiltó segítesz. Nos? Én mindig gondolkodom, hogy békíthetnének ti. Kedves tületvesek itt és békíthet. Virágok, virágok, ez az. Szerethetnénk egy csokor Rosáliának. A lányok szeretik a virágokat. Ez olyan, mintha ő egy pasiként mondaná ezt. Majd... Jó, megcsinálom, szedek egy csokrot. Vajon ez segíthet kibékíteni? Inkább úgy teszek, mintha nem jutott volna eszembe semmi. Nem csinálok csokrot. De most remélem, én jól csinálom, hogy most... össze akarom békíteni őket, akkor most az a csájnak lesz jó. Jó, akkor jó ötlet. Új feladat, vegyél ezt szalagot, gyere vissza Kertész klubba. Kertész klubba. Nos, van egy jó ötletem. És elmegy! Van egy jó ötletem, és elmegy. De mi a tendő? Vegyél ezt szalagot, gyere vissza Kertész klubba, és kösse szép csokrot. Istenem már kifoszt a pénzemből. Karkötő szalag. Nem teendő én város. Ég a ház is, meg a lábcsánka fajt. Egész szép nap szolgálni látlak, kislány! Cső. Na, megcsináltam már azt a buzi. Figyelj! Nos, van egy jó ötletem, és elmegy! Egész nap szolgálni... Na most miért nem lehet? Figyelj, visszamegyek. Van egy jó ötletem, visszamegyek. Íme, ezzel a szolgál tökéletes lesz az összehatás. Visszamegyek Lejthez, és odaadom neki. De miért kell odaadni neki, ha ő azt mondja, hogy vidd el neki? Nézd, szedtem egy csokrot, ez tuti tetszeni fog.
Köszönöm szépen, remélem értékelni fogja. Bocs, hogy ennyit ugratlak. Semmi gond, szólok, ha majd van felemény. Jó, akkor vissza a házba. Tudtam, hogy itt találok. Buzi kurva. Leg, megint küldött neked valamit. Átadom a csokrot Rozáliának. Nagyon szépek, megköszönnéd a nevembe. Persze, szuper, végre boldog. Jéééé! Barátném vársz, hogy jó, akkor így már nem vagy jó csávó. Nos, a virágok kapcsán odaadta neki? Igen, nagyon tetszettek nekem virágok. Mondta, hogy köszönjem meg. Ó, köszi, remélem megbocsát nekem rád. Mint lányra lehet, hogy hallgatna, ha beszélné vele. Igen, lehet, megpróbálom. Ez a csaj, ez annyira kotnyeles, mindenbe beleüti az orrát. Motyog. Nem nézel ki túl jól, minden rendben van. Nyissuk ablakot. Na, nehogy minden rendben. Ezért vagy ki ilyen képet, mert ez jól áll nekem. Kastél, imádni való srác. Maga megtestesült, kedves. Most komolyan, mi van veled? Elegem van, bár itt vagyok. Elszakítottam két gitárhúromat. Most boldogabb vagy? Hogy ezt tudod? Csak ennyi. Csak ennyi? Sok gitárost ismersz, aki húrok nélkül játszik? Vegyél újakat is kész. Zseniális öt lesz. Kár, hogy nincs miből. Vagy úgy, megyek és veszek neked. Jobban kell próbálkoznod, ha azt akarod, hogy megszánnyalak. Nem veszek húrokat. Ez jó lenne, mert az a, hogy nem adom könnyen magam, ez új, az. Jó, veszek neki. Én nem kényszerítelek. Kusolsz. Elment a fenébe. Elment a fenébe. Elfejtettem megkérdezni, hogy milyen húrok lesz szüksége. Szerintem A4-es húr. Semmit nem tudok a gitárhúrokról. Most már mit csináljak? Vegyem meg az elsőt, amit találok, vagy vegyek többet, amiről majd... Nem lehet megkérdezni. Na, Rosália, tesón kivékültek már? Még nem. Kicsit aggaszt a dolog. Közel álltok egymáshoz a tesóda? Nekem már kezd elegem lenni. Persze, mint ahogy tesók általában. Hát a tesók általában utálják egymást, főleg, ha minél kevesebb a korkülönbség. Rosália, nem akarsz megbocsátőléknek oda menni hozzá? Ide-oda járkálok, mert lelknek nincs kedve idejönni hozzád. Ha érdekel a véleményem, szerintem fütyül az egészre. Első. Mondtam már, hogy azt szeretném, ha ő tenni meg az első lépést. Ez alkalommal nem fog visszamenni hozzá. De már megtette az első lépést, nem jöttél, de megpróbált kedvet adni neki. Nem tudom, mit gondoljak. Időre van szükségem, hogy gondolkozzak. Tipikus csaj, bazd meg. Elég zavartnak tűnik, hogy hadd gondolkodjon. Amúgy is elegem van már abban, hogy miattuk rohangálok. De épp az az, hogy te akarsz segíteni, te nagyon hülye fasz. Nem baj, nem baj. No problemo, la fiesta. Nem is kérdeztem, hogy jobba vagytok-e azzal a hugoddal? Ja, tényleg. Nagyon nem. Mióta eltiltották, miattam pár napra kiállhatatlanul viselkedik velem. Ne aggódj, biztos nem csak erre abba adja. Csak azt kapta, amit megérdemelt. Hát igen, lehet, hogy ezzel kicsit messzire mentél. Ne aggódj, nem sokább kibékültök. Ne beszélj olyasmiről, amiről nem is tudomásul veszel, ahogy nem tudod, mire képes, mikor mérges. Jó van, bazd meg, jó kedve. Szerintem pedig tudom, minden esetben nagyon zaklatottnak tűnik, ki kell találnom valamit, ami... De látod? Ki kell találnom valamit, amivel segíthetne felvidítani, de utána meg az a baja, hogyha megcsinál valamit. Ez a csaj, ez egy picsa. Hiszt is mirtil, bazd meg, elmette mellette koldulni. Na mi van? Most mit csináljak? Még nem vettem meg a húrodat, bocsi. Ha hagyod az egészet, azt se tudom, hol lehet gitaúrokat venni. De hozok neked. Jó, akkor megveszem az első boltot. Gitárhúr a quality gitárhúr, instrui gitárhúr, green steel. Bazd meg. Megveszem az egészet. Van pénzem, kérsz? Hát figyelj, én biztosan megyek. Hát most nem, kulákcsaj vagyok. Hol vagy, Castillo? Tessék a húrjaid. Köszi, milyen húrokat választottál? Nem tudtam, melyiket választom, ezért többfélét is vettem. Haha, micsoda pazarlás. Mi lenne a közváltozat, és a kedvéről csak annyit mondanám, hogy köszönöm! Ja, köszi. Mi a buzi? Akkor egy seggolsz, bazd meg. Nem tudom, mit mondhatnék neki. Akkor nem mondok neki semmit. Még időre nem van szükségem. Menj a WC-be, hisz és mértél el. Picsogjál. Várj, megint elvesztettem a jegyzetfüzetemet, nem találtad? Adjál már, még vagyok én kereső detektív. A kereső az detektív, nem? És megint találja meg, azt fogadjunk valami ezért, fa tető ágon, lóg egy kis szemmel itt láda.
Istenem, bazd meg, ez mindig elveszi a jegyzetét. Minek veszi el? Nem otthon van, bazd meg. Faszom. Várj, megint elveszettem. Jó, hallottam, hülye rikácsoló némber, fasz. Szefi, hogy vagy, mi újság? Jól vagyok, köszi, ne tél, nincs, nem viszont jó forma. Miért? Mi történt? A húga eléggé megnehezítette az életét az utóbbi időkben. Szegény, biztos nagyon magányosnak érzi magát. A csávó vagy a húga? Nincs valamit lehet, amivel lehet felvidítani? Hát, tudtad például, hogy szereti a macskákat? Azért nem veszek neki egy macskát. Nem, de hogy egy cicát ábrázoló apróság biztos tetszik neki, mint például egy kézzel készített plüss. Mindjárt neki lak varni az osztályterem közepén. Tényleg aranyos ötleted van, remélem szereti az ilyesmit. Vegyél anyagot, varrókészletet, keres valakit, aki segíti neked meg... Ja, már mi a szarom ez? Én vagyok a... Kiakadt, kész, agyfasz. Varrókészlet. Jó, hogy van ennyi pénzem, és kulák vagyok. Hát elköltöttem a ezret, bazd meg, hülyeségtől. Kit keresek, ki varja meg a izé? Ah, tökörítettem megint magam. Hambasutka csinálja meg? Oh. Nem tudom, mit mondhatnék neki. Mi? Várj, megint elveszettem a jegyzet, hogy te takarodjál már, én azt tudom, hol van. Megint írjátok, úristen, Szefi, adhat! Jó van, de én most kommentálom, játszok, pofázok. Adjál már, az mi van ott? Nincs sehol semmi. Megint ellopták a jegyzetfüzetet. Menj már innen, Natalia, ha nem tudsz semmit mondani. Hülye szőrös. Ír is, te tudja, hogy tudsz varni. Jaj, nem, sajnálom, növényekhez jól értek. Varni viszont egyáltalán nem tudok. Akkucs! Jegyzet, 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 tündün, jegyzet, tündün, jegyzet, 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 tündün, jegyzet, tündün. Én szívesen elfogadnék egy aranyos pisátot. Jó, akkor vard meg, jó? Szép, cső. Payday. Jöttem a fizetésem, bazd meg, amit ezekért már el lehetne kérni. Remélem, rosszul visszajön hozzám, kezdek aggódni. Mennyi a faszomba akkor? Van kekszem, kész. Én ezt a csajt akarom meghordítanám, lehet leszbikus lenni? Viola, tudsz varni? Igen, szeretek varni, elszaladt. Elszaladt valamilyen ruhát. Hát rólad igazán leszaladhatna. Na, nem. Prismacskákat szeretnék varni, és ezt kerestek téged. Prismacskát, ez aranyos. Azt hiszem, tudok neked segíteni. Titá. Szuper, akkor neki is fogunk. Menjünk be az osztályterembe. Ott kényelmesen elhelyezkedünk az egyik padnál. Követem. Egy kicsit azért tudsz varni, vagy egyáltalán? Csak egy kicsit plüst, viszont egyáltalán nem. Akkor először szabás mintával kezdjük, úgyhogy majd jöhet a varrás. Ok. Viola készítette a szabás mintát, kivágta a szövetet, utána elkezdtünk varni. Azt hittem, gyorsabban haladunk, és már tehet az egész élet. Tessék, tudom, hogy nem vagyok a legjobb varrásban, de azért remélem tetszik. Köszönöm, tökéletes! Most veheted le a ruháidat. Ja? Ez a tél lesz amúgy? Nem. Paydaynek lesz. Jó. Hogy találom ezt a ribit? Ja, Natalia le, figyeld, most nem fogok találkozni vele. Mondom, buzi gyerek. Mondom, mindig ez van. Akciópont pazarlás a négyzetgyökön. Remélem, hogy rosszabb visszajön, hogy jó, a faszomat érdekezte meg. Már nem ez a lényeg. Na, odaadtad még a plüst? Nem. De én nem is válaszoltam, ott hagytam beszélgetés nélkül. Natalia, van baj, van? Nincs, de... bocsánat. Na, igen. Igazából nagyon tetszik ez a plüst, inkább megtartom magamnak. Nem adom oda a plüst. Nem tudom, hogy tetszeni fogja, de a fiúk általában nincsen oda a plüsökért. Átadom neki. Igen. Láttam, hogy szomorú vagy, ezért készítettem neked valamit. Ez csak egy plüst, de... Egy cica! Ez nagyon aranyos. Amíg igazit nem kaphatok, köszönöm szépen. Ó, igen, látom, szomorú vagy. Az, hogy fölment. Ó, már bejövök, már dugunk. Ja, nem. Észrevette, sajnálom, hogy aggódnom kellett miattam. Most már minden rendben lesz. Még egyszer, köszönöm. Úgy látom, tetszett neki. Annál jó. Ha bejövök, mennyi. Szeretnék beszélni, nagyon hiányzik, de elhagytam a gyűrűt. Ti egy pár vagytok. Jó, igaz, hogy az a bátyja, vagy az öccse, vagy tök mindegy, de egy családból származtok. Pöjdej. Na, szeretnénk beszélni, igen, de elhagytam a gyűrűt, amit kaptam tőle, addig nem akarok beszélni vele, amíg még nem találom.
Nem szeretném, ha rájönne, hogy nincs meg. Mi eljegyzisztik? Jegygyűrűt? Nincs ott, hogy jegy. Gyűrűt ajándékozott neked? Segíteném megkeresni, kérlek? A gyűrűt keresni a gimiben? Kösz, nem, old meg magad, nem segítek rosszá. Megpróbálhatom. Köszi, remélem együtt megtaláljuk. De most amúgy totál így egy vonalban vagyunk. Tehát segítek a csávónak, segítek a csajnak, de még egyik se olyan, hogy bírbuzi. Azt lehet, hogy nála van a jegyzet, nem kérdeztem meg. Nem mintha meg lehetett volna, csak... Ez a jegyzet, nem? Nem lehet leszedni a falról? Hol lehet az a hülye jegyzet? Nem is keresem. Minek? Újség leszek a köcsög. Mindig én vagyok a szal. Most mit kell csinálnom amúgy? Keresd meg rossz a gyűrűjét és vidd el neki. Honnan te... De hogy találj? Veszek neki inkább egyet, nem lehet? Gyűrűs boltba? Gyűrűs féreg ékszer boltja? Gyűrűs féreg ékszer boltja? Hogyha? Amúgy a szüléd rendőrök? Micsoda? Nem, mert... Nem tudom, csak mert mindig kérdéseket teszel fel, azt hittem ezért szeretem annyira a vallatásokat. Na, túl kíváncsinak tartasz? Te is akarsz kérdezni tőlem? Haha, nevetni fogsz, de éppen egy gyűrűt keresek. Nem találtál egyet véletlenül. De megint megkérdezem, de ez megint kérdés. Ez megint faggatás. Ezek közül mindig faggatás amúgy. Túl kíváncsiak tartasz? Tőlem aztán lehetsz kíváncsi, én úgyis csak azt mondom el neked, amit el szeretnék mondani. Ó, legalább őszinte vagy. Ezért nem foglak imádni. Rice és Rocky kibírtuk el? Nem. Ok. Neked van amúgy barátnőd? Már megint nagyon kíváncsi vagy? Bezzeg, amikor... Na mindegy, te pedig nagyon titokozatos. Kit érdekel, hogy ezzel szarba vagyok? Nem, jelenleg nincs barátnőm, inkább a zenére koncentrálok. Most, hogy válaszoltam, kapok egy kis pihenőt? Mintha én... Mindenki utál engem, bazdmeg, de mindenkinek én segítek. Ha találsz egy gyűrűt, kérlek szólj. Hol van az a buzi gyűrű? Na, ezt találjam meg. Lehet elvitt a Totó. Kinézem belőlük. Kiderül, most megtalál a igazgatónő, és megkér majd, hogy keressen meg Totót, szájában a gyűrű. Hol lesz a gyűrű? Gyűrűs féreg. Gyűrűs féreg egy gyűrű boltban. Hát én nem tudom, hol lehet. Natalia ellopta. Mi pont ő, érted? Jó van, ti már fogadjunk már üvöltöt. Ott van Natalia, gyűrű. Jó, én nem találom. Én se. Nem, tényleg nem tudom. És ha veszel egy ugyanolyat? Megtaláltam a modellt az ékszerboltban, de nagyon drága. Elköltöttem az összes pénzem az új. Annyira drága, megnézem az ékszerbolt. Hallod, ez volt az első dolgom, hogy elmentem a hülye gyűrűs féreg ékszerboltjába. Istenem. Nincs több gyűrű! Akkor... Hétköznapit veszek. Uha. Azt mondta drága, akkor biztos, hogy rossz hálja a fehér. Aha, 4,20. Jó, megvettem. Én megveszem meg. Én kurva jó barátnő vagyok, csak mindenki szorik rá. Kezdjek átnőni és gyere már, Rozália. Megtaláltad? Megvan, megvettem a boltba. Fizettél érte? Nem tudom, hogy ajánlálhatnám meg. Hát sehogy, remélem ki fogok békülni. Én kulák vagyok, csak hogy veszek egy legdrága. 420 dollár, az majdnem 50 ezer forintos gyűrű, csak úgy. Jó, szépen köszönöm. Ne haragudj. Amúgy már 80 ezer forint szerintem. Megkeresem magát. Elfutott. Megoldott az alábbi feladatot, keresd meg rosszágy gyűrűjét és vidd el neki. Hát nem megkerestem. Egy nap Amber nélkül. Végre kis nyugalom. Kíváncsi vagyok, lehet, hogy rosszágyra kibékültek-e. Szefi, vár, téged kerestelek. Engem? Senki nem nevezett muszra. Minden megoldott, kibékültünk, lehet, hogy ez neked köszönhetem. Örülök nektek. Hálám jelül megajándékozhatlak annak a pasinak a fotójával, aki tetszik neked. Egy fénykép. Igen, egy időben fotókat készítek róluk titokban, hogy aztán eladhassam a fényképeket a lányok. De már abba hagytam. Rendben, ez egy kicsit fura. Már csak egy maradt mindegyikből, melyiket szeretnéd? Hát, jó, Castiel.
Kastia, tetszik neked, tessék, nem tudom, felismered, de korábban volt vörös. Mi? Korábban nem volt vörös haja? Aha, szóval pornó. Azért meg tudom zsarolni majd. Jól áll neki a fekete haj, és jobban is öltözik, de ami a legjobban meglep, ez az arckifejezés, amit még soha nem láttam. Mintha épp SMS-t írt volna valakinek. Kíváncsi vagyok kinek, de miért akarsz beleütni megint az órodat ebbe a szar? Á, mást is tudok neked adni. Lech készített nekem néhány ruhát, amik nekem nem jók rajtad, viszont szerintem jól állnak. Ajándék az osztályú ruhát, megtedd a ruhaszekrényébe. Na, megérte, ennyi. Fogadjuk többi 450 dollárt. Befejezted a 6. epizódot. Kurva kulák. 95.000 forint egyébként az, amit most ráköltöttem. Úgyhogy én rohadt jó barát vagyok. És szerintem... Vegyetek nekem is gyűrű. Mint akartam megnézni, milyen ruhákat kaptam. Úristen, már tényleg lányosodom. Úristen, milyen ruhát kaptam? Ez egy ilyen sapkás gyerek. Amber felső, hosszú csipki... Ó, ez van rajtam. Ez meg ilyen ciróka majóka. Ó, ez a jó. Új csábító felső, az a neve. Jó, figyelj. Sportmerton, ez nem jó, nem lett abban... Ó, én így meg suriba két. Tényleg valami... Mi az? Én sapkát akarok. Kolumbusz sapkája. Sötétkék farmer. Mini rövid nadrág. Cicanaci. Ez pont nem az volt. Új csábító mamusz. Hát ez így... Milyen nyár van? Lóg a lábam. Mi? Parafa fatalpú cipő, narancssárga. Ez mondjuk nem rossz. Amber nyaklánc? Nem, nyaklánc igazgatónővel. Rosszárja ruha, fehér és iran. Na, ez két... Ó, epic. Epic, epic. Azt mondja, kaptam. Jó, ez is lesz rajtam. Táska? Amber táska. Azt levehetnénk azért. Jóváhagyás. És kész, a legjobb csaj a világon. Úgy nézek ki, mint valami detektív cosplayes. Sherlock Holmes cosplaye vagyok. Na mindegy. Várjál. A tündér, vagy mi a szar, az a oktatós buzi, az azt mondta, hogy pénzt akar majd kérni, de nem kért. Akkor most szar az élet? Na, ha továbbra is szeretnétek, hogy meghívjalak titeket, hogy még több akciópontom legyen a 7. epizódra, akkor nyugodtan írjatok ennek a videó alá, mondjuk ennek a videón ne adjátok ki a nyilvános e-mail címeteket, akkor írjatok rám Facebookon, és akkor majd ott továbbítom a meghívókat. Itt van a meghívók egyébként. Ó, Kailani. Itt van a meghívó. 71-en csináltátok meg, és 216-ot küldtem ki, tehát én azért értem a dolgom. Na de fontos, ha megcsinálod az első epizódot, és ha megkapod a meghívót, regisztrált, az nem elég. Meg kell csinálod az első epizódot, és el kell kezdened a másodikat, de azt nem kell befejezned. Ahhoz, hogy megkapjam a pontokat. És hiába írtok rám, hogy adjak pontot, nem tudok sajnos pontot adni, mert akkor egyértelműen én kérnék tőletek pontot. Lehet, hogy ez a 800 az elég, de úgyis szerintem egy 2-3 hét, vagy lehet, hogy egy hónap is mire kéne a 7. epizód, úgyhogy szerintem... Addig gyűjtsünk, az a biztos, nem? Most sokkal jobb volt, azt meg tudtam mindent venni, nem variáltam, nem voltam csóró. Na mindegy, én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok, és rohadtul le vagyok.